Báróber Gusztáv vendégkönyvét mutatták be a Rábaközi Művelődési Központban. A hasonmás kiadásban többek között a Habsburg koronahercegek aláírása és gondolatai is olvashatóak. Ezen kívül a Ketchup atya, Heinz Ketchup is ellátta kézjegyével a vendégkönyvet. A könyvbemutatón Hámi György polgármester bejelentette, Berg Glóri asszonyt Kapuvár tiszteletbeli polgárává választották, illetve Pavolszky Bélának, a könyv szerzőjének átadták a Kapuárváros 50 emlékérmet. A hasonló rendezvényeknek köszönhetően én azt gondolom, hogy hála jó Istennek egyre többet tudunk meg egy nagyszerű ember életútjáról, munkásságáról. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez így legyen a kapuvári köztudatba, és ha emlékeim nem csalnak, akkor az igazán átfogó ismeretterjesztő összeállítást azt a lóbarátok köre csinálta Axnix Imre úrnak a vezetésével. Én azt gondolom, azok a táblák itt vannak valahol a művelődési háznak a falán kitéve, az végigjárta akkor az iskolákat is. Aztán ezt a stafétabotot újabban átvette a Báróber Kaszinó Egyesület. Én remélem, hogy hasonló intenzitással fogják ezt a munkát csinálni. És még nagyon-nagyon sokan, sokat sorolhatnák föl, de azt gondolom, hogy ezeknek valahol az origójában egy ember áll, méghozzá Pavlocki Béla tanár úr. Az ő kutató munkájának köszönhetően és elkötelezettségének köszönhetően vagyunk a mai napon is itt, és valóban mondhatjuk el, hogy egyre többet ismerünk fel a városban azok közül a munkák közül, amit a báró úr csinált itt a városban. Remélem, hogy mindenki, nem csak magam vagyok így, hanem nagyon sokan, hogy olyan épületekről tudom meg, hogy ez is az ő munkásságának köszönhető, mert nem is gondolta volna az ember. Bélát nem kell bemutatnom. Azt gondolom, egy ilyen körben én már elmondtam, hogy első találkozásunkon, amikor megkeresett az első könyvnek a kiadásával, olyan jó időszakon volt, pont ilyen kicsit letargikusabb, megint valaki jön, majd gondolom pénzt kunyerálni. Aztán bejött egy fiatal ember, és abban a pillanatban, hogy izzott körülötte a levegő. És olyan energiával, olyan intenzitással mondtál az ő kutatásait, és amit ott szeretne, hogy az ember abban a pillanatban megadta magát természetesen, és nem tudott mit csinálni, jó úgy mellé állt. Na ez a nem tudom mit csinálni című fejezet, ez természetesen egy jó szándékot is kifejez. Természetesen a kutató munka, a rapszódikus kutató munkának akkor van értelme, vagy akkor van eredménye igazán, ha azok mögött támogatók is vannak. És most nem az anyagi támogatásra gondolok. Ha egy kutatónak olyan támogatója van, akkor a kutatási munkájába a szívet meg a lelket tudja adni, mert ismeri a kutatásnak a tárgyát, jelen pillanatban a Berg családnak a történetét, akkor én azt gondolom, hogy, és az első könyv ezt nagyon bizonyította, hogy mindenki számára érthető és időjelben eladható lesz a mű. És ezért nagyon nagy tisztelettel köszöntöm én is körünkben Berg Glóri asszonyt. Berg Glóri asszony Béla révén, illetve a család múltja révén került ide Kapuvárra, és aki ismeri közelebbről, elmúlt időszakban rendezvényeinken nagyon sokszor találkozhatott vele, valljuk meg őszintén, sokszor kapuváribb a kapuváriaknál. Ő ezt vallja is, és hirdeti mindenfele, amerre megy, és a város pedig megpróbálja a tiszteletét kifejezni ezek iránt az emberek után, akik nem a városban élnek, de mégis mifelénk rettenetes elkötelezettek. Azért Kapuvárváros önkormányzata a mai testületi ülésen egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Berg Glóri asszonyt Kapuvárváros tiszteletbeli polgárává választja. Nagyon-nagyon köszönöm polgármester és minnyájatoknak, mert olyan boldog vagyok, hogy közétetek tartozhatok. A város az idei évben ünnepli újbóli várossá nyilvánításának az 50. évfordulóját, és Kapuvárváros képviselőtestülete az elmúlt évben úgy döntött, hogy minden rendezvény ennek az ünnepnek a jegyében fog telni,
És aki már megtisztelte Bélát és megvásárolta a könyvet, az talál egy könyvjelzőt, és azon a könyvjelzőn már ezt a városi logót látja, amivel nagyon sokszor fogunk a rendezvényeken találkozni. És a tavalyi év decemberében Kapuvárváros önkormányzata alapított egy díjat, ez a Kapuváros 50 emlékére, amellyel azokat a magánszemélyeket, civil szervezeteket, gazdasági társakokat próbáljuk meg díjazni, és egy kicsit a elismerésünket kifejezni feléjük, akik a város nem csak itt effektíven a városban végzik munkájukat, amit természetesen nagyra becsülendő, hanem megyei szinten, országos, sőt nemzetközi szinten is viszik a városnak a hírnevét. Mai ülésén Kapuvárváros képviselőtestülete úgy döntött, hogy ez a emlékérem nagyon jó hely lesz Paplócki Béla tanárunk kezében. Szeretném megköszönni azt, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Polgármester úrnak meg a képviselőtestületek ezt az óriási meglepetést. Hát nem jutok szóhoz, de hát elvére nekem kell itt most beszélnem, úgyhogy ez nem lenne így az igazi. Nos, az elkövetkezendő néhány percben szeretném önöket megismertetni a Berg trilógia második kötetének, Berg Gusztáv vendégkönyvének néhány érdekes momentumával, magával a könyvnek a felépítésével, azzal, hogy hogyan született meg a gondolat, hogy ezt igazából sokszorosítsuk, hiszen egyetlen példányról beszélünk. Az egyetlen példány az Berg Glória tulajdonában van, és a Glória volt az, aki engedélyezte számomra, hogy digitalizáljam, és gyakorlatilag a szerkesztési feladatokat követően pedig sokszorosítassam a könyvet, aminek eredményeként bízom benne, hogy majd minél több rába közi, minél több kapuvári embernek a polcára felkerül, hiszen ha ezt a könyvet valaki kinyitja, akkor nem különböző betűtípusokkal gépelt szöveget olvashat, hanem 1883-tól egészen 1938-ig tartó időszakban gyönyörű szép kézírásokat, angol, német, magyar nyelven, és olyan érdekességeket, melyeket emberek azt lehet mondani, hogy több mint 100 éve nem láthattak, és lehet, hogy a feledés homályába is merült már, hogy valaha egyszer létezett itt Kapuváron egy ilyen, amit vendégkönyvnek hívtak. Tovább haladva szeretnék néhány szót szólni. Mindig, hogyha tartok egy előadást, akkor el szoktam magyarázni annak a címét. Ma Berg Gusztáv vendégkönyvének a bemutatóján vagyunk itt. Nekem Berg Báróról kéne néhány gondolatot mondanom. Ő 1828-ban született német területen, és bányamérnöknek készült, bányamérnökként végzett, és 1864. decemberétől ért itt a Rába közben. És nem kisebb feladatra vállalkozott, mint egy rendkívül elmaradott állapotban lévő 18 000 hektár kiterjedésű birtokot európai szinten fejlett mintagazdasággá fejlesszem. Az első könyvben én leírtam ezt a munkát, hogy ő ezt hogyan tudta megvalósítani. Ezért a rengeteg fáradtságért igazából nagyon szép eredményeket tudott produkálni, ugyanis azt tudom mondani önöknek, hogy az 1800-as évek utolsó éveiben Kapuvárnak a nevét az egész világ megismerte, hiszen Chicagóban, de említhetném például a párizsi világkiállítást is, ahol a báró bemutatta magát a várost, illetve bemutatta az uradalmát, megismerték az emberek ezt a nevet. Nagyon sok minden kötődik az ő nevéhez, és tényleg nem az ő életművét szeretném most méltatni, de csak néhány címszóban iskola alapítások, vasútépítés, kisvasút, kórházépítés, villamosvilágítás, gőzmalom, nagyon hosszan sorolhatnánk azokat a dolgokat, melyek valószínűleg a báró nélkül is megvalósultak volna, de csak sokkal később, és az ő igazi érdeme az, hogy a saját gazdasági érdekei mellett ő egy szociálisan érzékeny ember volt, nagyon sokat adakozott, nagyon sokat tett a közért, a közjóért, és gyakorlatilag őt ez mindig nagyon jó érzéssel töltötte el. Báró Berg Gusztáv 1903. augusztus 4-én hunyt el a kapuvári Eszterházi kastélyban, a mai Városháza épületében, és
Az ő életművét, munkásságát vitte tovább Miksa nevű fia, aki 1910-ig bérelte magát a kapuvári uradalmat, majd akkor a bérbeadó Eszterházy család olyan teljesíthetetlen feltételeket szabott a következő bérlőnek, amiket a Berg család tagjai már nem tudtak vállalni, és ezt követően Röjtökre költöznek, mert átépítik az ottani kastélyt, és 1924-ig ott élnek. Ezek az információk azért voltak fontosak, mert magában a vendégkönyvben nem csak kapuvári, illetve kapuvárhoz kötődő bejegyzések, hanem más településhez kötődők is szerepelnek és megtalálhatók. A vendégkönyv történetéről szólva azt tudom önöknek elmondani, hogy 1883-ból származik az első említés, az első bejegyzés. Gondolhatjuk, hogy ez biztos egy vízválasztó volt a család a báró életében. Ugyanis ez volt az az esztendő, amikor a Márta nevű lányának az unszolására a báró felvette a magyar állampolgárságot. Én azt tudom mondani, hogy az ő tette a mai napi példaértékű lehet a külföldi befektetőknek, akik mondjuk Magyarországra települnek, mert idehozta a vagyonát, idehozta az intelligenciáját, az ambícióját, de sokkal többet is tett mindemellett. Magyarrá is vált, és nem csak nyelvében, hanem szívében is. És én úgy gondolom, hogy talán az ő emberi nagyságának az az egyik legnagyobb momentuma. 1883-tól kezdődnek tehát a bejegyzések ebben a könyvben, és gyakorlatilag mi a kiadásban 1938-as esztendőig jutottunk el, és tárjuk önök elé ezeket a bejegyzéseket. Glóriával úgy egyeztünk meg, hogy az ezt követő dolgok azért már annyira személyesek és annyira közeliek, hogy azok az eredeti dokumentumban maradnak, és nem kerülnek így nyilvánosság elé. Magáról a vendégkönyv történetét nekem Glória mesélte el, ugyanis a II. Világháború után a családot sok rossz érte, kénytelenek voltak elhagyni az országot, a vendégkönyv viszont itt maradt Magyarországon, és a svéd nagykövetségnek a padlásán várta azt, hogy egyszer majd a Berg család tagjainak a kezébe kerülhessen újra. Glória pont ma is, mikor jöttünk ide Kapuváról, Rábapornányból, akkor mesélt el, hogy az 1960-as évek elején Velencében kapta vissza a család ezt a könyvet, és igazából onnantól kezdve a mai napig írta bele gondolatokat. Felhívom nézőnk figyelmét, a könyvbemutatón készített felvételeink bővebb összeállítását egy későbbi időpontban mutatjuk be.